Hey! Yeah, ebből hallotok is, ugye? Ja. Ezt picit feljebb vesszük. Sorry about that. Ej. Hát, nem leszek túl hangos, srácok. Játék hangerő is az ilyen, amilyen. Szavaztok, srácok, nem RP lesz, egyáltalán nem RP lesz, hanem igazából igaz, annyi az egész szituáció, srácok, hogy kedvem volt egyszerűen csak rallizni, rallizgatok most, és ültem, hogy why not, menjünk rallit. Miért ne? Ha már úgyis itt vagyok fönt, aztán nézi, aki szeretné. Túl sokat szerintem nem fogunk beszélgetni, maximum minimálisat. Ja. Nem is ezt unatkozok, csak éppenséggel rallizgattam aztán. Megmutatom, hogy milyen fantasztikus vagyok ebben az egészben. Szóval, srácok, aki RP-t várt, vagy valami hasonlót, az nem lesz úgy, hogy csak most mondom előre, nem is írtam ki sehova, hogy az lesz. Tehát, hogy ilyenkor, ja, most úgy kedvem volt, úgyhogy ennyi. Igazából, hogy gyakorolgatok, most a Group B-be vagyok, ami borzasztó nehéz, tehát ez a Peugeot 205 Group B verzióval megyek, nagyon nehéz az autó. Picikét megyek vele, aztán annyi. Úgyhogy ennyi, srácok. Tehát mondom, hogy most ennek itt sem, abszolút nem az a lényeg, hogy most nagyon sokan nézzétek, vagy valami. Ez most csak ilyen kis chilles, szóval aki szeretné nézni, az nyugodtan nézze. Sokat nem fogok beszélni közben, szóval olyan lesz, mint egy Dirt 2.0 a gameplay. Meg alapból késő is van már, úgyhogy nem, már így néz ki az autó, tehát ő már kapásból ilyen. Azt hiszem, mennyire hangos nektek. Nézzük meg, várjál. Ma ne vegyétek komolyan ezt az egészet, mert én nem vagyok. 5, 4, 3, Így. 2, 1, go. 56 left of a crest, 80, 5 right of a crest into deceptive, 4 left, 2 right of a crest long. Oha! Hát ez ennyi volt, srácok. To flat middle of a jump, 50. Six left of a dip. Ez egy összkerekes autó, egyébként jó. Van egy olyan sajnagyonom, hogy kezdjük újra ezt a szakaszt, jó? Elég szarul indultunk el neki. Na. És nem hátsó kerekes, az a durva. Ellen valami 200 kiló a kocsi. To flat middle of a jump, 50. Six left of a dip. 200. Turn unseen, heaven left. Hol lesz? Opens. Ah! 120. Direkt pedig gondolkozz, hogy hol lesz. Fú, ezek az Six autók, right srácok, of a ezek. long, 250. Unseen, hairpin left. Into open hairpin right, uphill. 100. Don't cut, five right. Into four left long, opens. Slow fall right of a crest, bump into unseen hairpin left. Into hairpin right, opens. 50. Hogyha szervis szakaszon vagy két szakasz közül mozdít, csak ránézik a kommentekre, ne aggódjatok, csak nem vagyok én Jimmy Broadbent, hogy egyszerre nézek mindent. Ó, te jó Isten, ez az autó! Aha, kiszámíthatatlan srácok egyszerűen. Hiába összkerekes, iszonyatos milyen erő van benne. Aztán hátsó motoros, hogy hülyeséget mondok ezzel. Into turn, open hairpin left. 120 over crest, turn square right. Opens over crest, 200. Keep right, into turn, four left. Opens. Az ellenkormányzás se egyszerű vele. Keep right of a crest into don't cut for left long. Titans three. Titans.
keep right over 50. 6 left, 100. 4 right, tightens over crest, 120. Turn, 3 right tightens. Into don't cut, 4 left, very long. Opens over crest, 100. Turn, 4 right, don't cut. Into turn, 1 left. Yes, ennyi. 200. Olyan brutál a gép. Don't cut for right long, slow 30, turn unseen square left. Opens over crest, uphill, into 5 left long, into 5 right long, tightens 3, don't cut. Nem fogjuk előtetni ezt a B csoportot, ne aggódjatok. Ez nagyon tegnően durva ez a klassz. Nem véletlenül ezek betiltva, ez beteg ez az autó. Keep middle of a crest, 50, turn unseen square left. 160, slow keep left of a crest into chicane, left entry. 130, chicane, right entry. 150, crest and turn unseen square right. Kéri az egyes, tudjétek egyszerűen, ez olyan. 120. 4 left long tightens. 50. Turn unseen 1 right. 120. Turn unseen 1 left. 80. 6 right long. Into 5 left. 80. Crest 50, turn unseen 3 left, opens 50, flat crest 120, crest and turn unseen 3 right, don't cut over crest, opens 250 through dip, turn square right, don't cut, 50, turn 3 left, don't cut, opens into 5 left, 150. Slow 6 left over crest into turn 1 right, don't cut. 120. Crest into 6 right, very long over bumps. 100. Flat crest, 120. Turn late, hairpin right, around bales. Into 6 left, into 6 right long, opens over crest. Into 4 right long, tightens 3, don't cut. Into 5 left of a crest, 100. 5 right, 100. 5 left, opens of a crest, 80. 6 right, extra long of a crest, slow 30, turn 1 left, don't cut. 30. Turn unseen square left. Opens 200. Flat long crest 80. 6 left 200. Flat big jump 120. Flat crest 100. Crest and 5 right of a crest. Slow 6 left and turn unseen square right. Az autó. Crest and 5 right of a crest into slow. Kaptunk egy defektet, jól hallom. Turn unseen square right 100. Turn unseen square right. De hosszú ez a szakasz. 120. Crest and 6 left long 70. Flat left of a crest 100. 5 right long tightens, into 5 left long tightens, opens over finish, 180 to stop. Ez az autó nem tudsz elég óvatos lenni, érted? Szerintem jó hangja van amúgy. Na, mi a szitu?
Szevasztok srácok, Monár, szevasz Gabi, szevasztok. Már nem is tudom, hogy szoktalak ingatokat gabizni, de most legabiztalak a francba. Na srácok, most hogy vagyunk egy pár, mi az, hogy nincs kép? Hogy ne lenne kép? Nagyon halk, minden van, nem ugye? Jó, ezt már ismerjük. Na, a group B-t azt elengedjük, jó? A group B-t azt abszolút elengedjük, mert nagyon nehéz az autó, nagyon nehéz menni. Szerintem erőttel fogunk menni. Na. Szóval akkor, Create Champion, sőt, szerintem nézzük is meg. Ugye vannak eventek, és nem nagyon nézegettem meg őket, vagy figyelj, kiderül, hogy miről van szó. Tehát. Hangügyileg lehet, hogy lehetnék hangosabb, én is. Nem fogok ordibálni. Így is vettem följebb egyébként. Na amúgy, ja, modik, nyugodtan teózzátok már azokat, akik így szórakoznak csak. Na R5, nézzük meg ezt a weekly challenge-et. Vaj, de nincs R5-ös kocsim. És mennyibe mennek azok, drágák? 57 ezer R5? És ezt meg tudom venni, ezt a golfot? És ez... Ezzel fogunk tudni... De várjál már, hát... Ja, itt az R5 az nem az, mint az R5. Ez nem az az R5. Azt a golfot én csak megnézném amúgy. De várjál, megvesszük, de várjál már most meg egy totál, várjál, tök másra mentem akkor eredetileg. Miben voltam akkor? Ebbe volt? Erre, valamire rámentem véletlenül. Ja, ez a GT, ezt engedjük el. Four events. Az nekem nincs meg. Szép estét mindenkinek, szerintetek érdemes egy Logitech G920-at? Norbi, köszönöm szépen az 5 eurót. Nem kellett volna. Szerintem megéri. Arra vigyázzatok, én ugye Willstand Pro-t használok, ami ez. Tehát arra már hiszem, nem, nálam nem volt. Volt nálam videó róla? Nem volt nálam videó róla. Patricknál volt videó róla. Hogy olcsóan bánjatok vele, mert látjátok, ez most már nekem ilyen. Tehát ezt így tudom mozgatni. Le van szorítva maximumra. Igen, teljesen maximumra, és nem szorítja már elég oda. Lehet, hogy veszek majd egy újat, nem tudom. Nem szívesen, de ez most már nekem így nagyon mozog, tehát ez kicsit olyan, ezzel olcsóan kell bánni. Nagyon nincs meg azt az R5-t, de buy vehicle, ennyi pénzünk nincsen. Fortunately pedig azt a úrra adnám a izét. De nagyon jó egyébként ez a cucc, mert jó, hogy kész. Na ezt most jól megmondtam. AI challenge. Azon nem tudok semmin indulni, nincsenek autóim ezekhez. Ez a problémám. Melyik volt amúgy az a golfos? Karrier, azt nem akarok karriert, promó. Bónusz. Ezzel mondjuk el tudunk indulni. Nézzük meg akkor ezt a bónuszt. Ez egy daily challenge. Van ilyen autónk ugye. Nem is kell megjavítani. Ez egy Lancer Evo 10. Megnézzük, nyomunk majd shakedown-t és akkor talán bele tudunk rázódni a kocsiba. Nem mentem már ezzel mióta. Na, szóval azt a... Jaj, tömegkorát recsent ez a szar. Halk egyébként, tudom, hogy halk, de most én magamat nem tudom már jobban följebb hangosítani. Ordibálni meg nem fogok. A mikrofon meg nem ér el hozzám. Tehát, hogy ez most lehetne még azt, hogy ennek a mikrofonját használom, amit is sem akartok. Ragazd oda a kormányt. Azaz. Na hát ez nem lesz egyszerű mutatvány szerintem. Nézzünk egy shakedown-t. Germany, azt nagyon szeretjük a Germany-t. Nézzük meg az autót, ez jobb kormányos lesz. Szabó Krisz kocsiját le lehet tölteni a Dirt 2-be. Az ő autóját? Tehát az, ami úgy is néz ki? Majd megnézem. Megnézem majd, erre nem tudtam egyébként. Azt tudtam, hogy az autója, kvázi az autója, az benne van, csak nem az a skin. És a skin nincs meg hozzá, elvileg. De ha berakták, az amúgy elég fire. Majd ezt megnézegetjük, de... Ez a shakedown, ugye? Arra nyomtam. Na nézzük. Lancer, jobban meg vagyunk. Ez nem olyan erős gép azért. Jó lassú vagyok. Don't cut. 80. Oh.
Hát dobni az jellet, ezt is basszus vagyok én eléggé. 60. 5 left of a crest, opens 150. To stop. Well done. Jóba leszünk. Köszönöm szépen, válaszol, hogy jó játékot, szép estét. Köszönöm, Norbi, megint. Úgy néz ki még a speedzone-os patricia is rajta. Nem mondod komolyan. 500 forint a sztorban. Hát kurvára megvesszük, srácok. Ezt lenyom, most megvesszük a kurva életbe. Hát hogy ne néznénk meg Szabó Krisznek a kocsiját, bassz meg. Na. Hú. Jó, ugye itt most ez egy darab szakasz, valódi emberek ellen elvileg. Úgyhogy meglátjuk, mármint hogy időben ugye csak. Aztán megnézzük azt a kocsit. Nem tudtam, baszki! Ezt muszáj ezt megnéznünk. Flat crest, 30. 5 right. Into 4 left. Opens, 100. Flat long crest, 70. 5 right. Megint ugyanaz megyek ki. Nézd meg. Turn square left. Don't cut. Jaj, Isten, mit csinálok? Turn unseen square left, don't cut. 60. 5 left of a crest, opens 100. Igaz, az Audi az eléggé basszó, amúgy a Chrissé az beteg az a kocsi. 100. Flat crest and jump, 150. Long flat crest and 6 right, opens of a crest, 180. Crest slow, 50. Úgy, de fura, hogy jobb oldali a kormány amúgy. Don't cut. 30. Turn unseen square right, caution don't cut. Opens 50. Flat crest, 80. Flat left of a long crest tightens into 4 right of a crest. 100. 5 left, 50. Flat crest into 4 right of a crest. Into 4 left long tightens. Into 4 right long opens tightens. Flat right of a crest. Into 5 left of a crest, into slow, 5 right, immediate, turn heavy left, around bales. 200. Flat jump, 80. Bump, into 6 left long, opens flat of a crest, 150. Turn unseen, 1 left, don't cut. Into 5 right, opens 130. Don't cut 5 right, 40. Turn 4 right, don't cut, 40. Turn square left, don't cut. 250. Slow long crest, into turn 3 left. 250, downhill. Turn 2 right, tightens narrow. 80. Flat long crest, 80. 4 right, tightens of a bump. Into 5 left, opens slow 50, turn square right. 100. Slow 5 left long, tightens turn unseen, 1 left. Opens 50. 4 right, opens 120. Turn unseen, 1 left, don't cut. Opens 100 to chicane, right entry. 150, chicane, left entry. Nem jó. Még ezeken megyen nagyon sok idő, van már az időnek, ma úgy mindegy. 160, turn square right. 100, flat crest, 90, 3 right tightens, into 6 left, opens of a crest long, tightens don't cut 2 of a junction, 60, 3 right,
tightens of a crest downhill into slow turn square right don't cut. 50. Four left long don't cut. Opens 200. Turn unseen one right don't cut. Into don't cut four left. Korai nagyon korai a féktávok, tudom. 50 of a crest. Five right long opens of a crest. Into turn, four left of a crest, 100, three left of a crest, don't cut, right. 80, four right, into six left, 30, crest, bump into don't cut, two right long, opens of a crest, into six left of a crest, into turn, four right, don't cut, 100, six left, open slow 30, crest into turn. Levágtuk azt azért a don't cut ellenére. Opens 100. Turn open hairpin right, don't cut. Into turn, don't cut hairpin left. 80, flat right, 100. Flat crest, into four. Teriyaki boys. Into four right long, opens of a crest. Into four left long of a crest, tightens. Into turn unseen to right. Opens long, caution, tightens. Into three left, very long. Opens tightens, what's the leg? Unseen, heavy left. And hairpin right, into six left, and six right long, tightens four. Into five left, 100 downhill, unseen hairpin left. Úristen. Opens. De alukormányzott lett, te jó ég. And open hairpin right, 200. Long crest, into six left of a crest, downhill, slow 100, turn unseen hairpin right. Two hundred of a crest, six right of a crest, opens slow, keep left of 80 of a jump. Unseen, one left, tightens of a crest. Oh, that's me. Into six right. Opens flat of a crest, into six left. Ugye, itt a vége. 100 of a finish to stop. Hát ez elég felejtetős idő azért, de amúgy voltak szép pillanataink, azt gondolom. Voltak azért ott izé driftecskék. Hú. Na nézzük, mik voltak. Igen, versenyek között nézem csak a setet. 1548. hely. De elég ez az idő, nem volt jó az idő. Az idő nagyon nem volt jó, srácok. Az akkora szar volt, maradjunk annyi, mint a ház. Na jó, hát akkor continue that shit. Hát ezt csak úgy megcsináltuk. Ugye az jelnémi Zsetta. Nem volt olyan vészes szerintem. Nagyon ritkán megyek. Nagyon ritkán nyomom. Mióta játszogat szimulátorokkal, autósítókkal vett észre, ami változást nélkül vezetésedben? Nem. Nem. Tamás, nem. Tehát, hogy alapból szimulátorozgatok, az teljesen más sebesség. Itt azért vagyok béna ebben, teljesen más sebesség, mint amit megyek nyilvánvalóan a való életbe. Tehát, hogy nem. Meg ballábfékkel nem szoktam menni nyilván a közlekedésbe, úgyhogy nem. Néha, ahogy észrevettem, túlságosan visszapakolod. Igen. Igen, ez így van. Néha nem, tehát, hogy mondjam, nem bízok a nyomatékban. Nem, attól, azt sem akarom, ugye, hogy mondjuk mit tudom, mondjuk hármasba hagyom, és akkor mondjuk ugye alacsony lesz a fordulatszám, és akkor nem akarja elvinni, ugye, nyomatékból nem tudja elvinni. Ezt akarom mindig elkerülni, és annyira berögzült ez a hülyeség, hogy mindig visszapakolom, hogy sokszor azért dobom el az autót is egyébként. Na nézzük ezt a Szabó Krisztes autót, mit szóltok? Store. Azt mondjátok, itt van a store-ban? Na, nagyon kíváncsi vagyok. Tehát az 500 forintot, azt probléma nélkül költöm el rá. És ezt hogy keressem? Gondolom, így meg fogom találni.
Effektíve autóként van fönt, vagy skinként? Ezek már azok? Ott van. EKS RX Quattro. Ja, maga az autó is. Aha. Mert ugye EKS Extreme. Nyilván megvesszük, tehát probléma nélkül. Ez kurva jó. Már egy éve megvan a jogsim, és amikor elkezdtem az egészet a vezetési alapok videóban, nagyon sokat tanultam, és már visszanéztem azokat a videókat, és durva, hogy egy év után már mennyivel máshogy látom. Azaz, abban nagyon sok hiba volt azokban a videókban. Elképesztő sok hiba volt azokban a videókban. Lehet, hogy kéne egy ilyen fejlesztettet csinálni, de minek. Igazából nem, hogy mondjam, csak fogalmi tévesztések vannak benne, tehát hogy azt hiszem a helyzetjelzőt tartom a... az irányjelzőt és a helyzetjelzőt kevertem, azt hiszem például egyszer. Na, meg van véve, fel van installálva. Free play, nyomunk egy custom. Add event, igen. Akkor rally cross. És elvileg amúgy nem mentem rajta, megvettem múltkor a... nem vettem meg, baszki. Ja, a spanyol pálya, aha, megvettem, meg akartam venni az Abu Dhabi pályát. Megvesszük, baszki, azt is, nem fogunk spúroskodni. Úgyis jött donation, akkor gyakorlatilag megvettétek nekem, mondjuk úgy. Mert ugye benne van a Yas Marina pálya is most már, a Spát azt megvettem. Killarney. Itt van, Yas Marina. 1325, kicsikét borsos, de megvesszük. Tudom, hogy Szabó Kriszté majdnem fehér, tudom. Gyakorlatilag szerencsétlen nincsen egy támogatója se, ugye? Vagy legalábbis ilyen nevesebb szponzor. Úgyhogy az egész kocsi fehér, tudom. Rosszat vettem? Srácok, maga az autó az, a skin, szerintem az változtatható lesz rajta. Nyugodjatok meg, szerintem jót vettem, nyugodjatok meg. Mindenki nyugodjon meg. Szerintem jót vettem. Alapból nem volt más lehetőség, egyébként fehér autó, nem volt fehér Audi. Skin lesz az. Higgyetek el nekem. Nem vettem rosszat. Tudom. Nyugodjatok meg. Chill out. Chill the fuck out. Sőt, tudjátok mit? Először is free playbe megyünk. Free roam. Surface type. Mix dry. Jó, és akkor itt kiválasztjuk. Talán de lehet menni RX autókkal is, ugye? Super RX. RX2. Itt van. Na, alapból ez van a játékban benne. Én ezt azt mondom, hogy ez lesz az. És ezt vettük meg. És akkor skin, figyelj! Hoppácska! És kajak, ott van Szabó Krisz! 123, úristen, de jó! Na ezt így visszük, ahogy van. Jót vettem én. Jót vettem, nyugodjatok meg. Úristen, de király, hogy benne van! És még ott van a speedzone matica, és akkor tényleg megőrülök. Nyilván megnézzük kívülről a kocsit, tehát nem szórakozunk. Mekkora flash, nem tudtam. Na nézzük. És ott van! Szabó, mekkora flash. Úristen, de jó. Basszus, nincs külső nézetem, várjatok. Kivett, valami ki van véve nekem az, hogy ne is tudjak. Könyörgöm, rakhassam már be. OSD settings. Ez nem volt komolyan. Preferences. Cockpit and driver. Mindjárt megoldjuk. Nyugodjatok meg. Options. Valahol ki van nekem véve az, hogy nem is... Tehát amikor nézegetek ugye a váltogatók a nézetek között, akkor nem is ad be. Nem beltér. Exterior cameras on. Ez hiányzott nekünk. És akkor on. Most egyszer megoldjuk. Ez nagyon kemény, hogy belerakták.
2K20-t megérje megvenni? Hát, figyelj. Nem. Nem. Igazat akarod hallani? Nem. Szép álmokat, jó éjszakát mindenkinek, aki megy. Na nézzük meg ezt a kocsit, srácok. Hátulról akarom látni. Előre már láttuk. És ott a Speed Zone matrica! Hát ez kurva jó! Ez kurva jó, srácok! Ez kurva jó! Hát akkor bekapcsolom a kontrollert, most lehet, hogy meg fog ettől hűlni. Anyád, de zsír! Nemzeti sport is ott van! Szabó! Let's go! Úristen, de jó! Álljatok! Ezt teljes csodába kell hallani. Jaj, nem az a kézifék, várjál! Még a kézifék, mindegy. És az ott Krisz! Az ott Krisz bent! Az ott Krisz! De kurva jó! Úristen, srácok! És mennyire jó meg van csinálni az a Speed Zone Matrix, nem csak úgy elizzék. Kurva jó! Na figyelj! Hát ez... Csak megyünk akkor egy rallycross-t, jó? Hát én kész vagyok. Jó.
jó. Hát ez... kurva jó. Nem hittem volna, srácok, hogy tényleg benne van, és tényleg benne van. Na. Várjátok is, izé... RX2-ben nem rakták be a magyarokat? Most meg nem mondom, kik vannak, de... elve vannak az RX2-ben is. Nem. Akkor megnézzük a Yas Marinát. Right? Hát ez nagyon kemény. Create Championship. Elvileg itt lesz a Yas Marina. Ott is van. Super 1006? Nem. Super Cars. Jó, Super Cars 2019 jött be. Aha. Ja. Az nekünk elég is az autó. Legyen sok. Sunset. Jó. Hű, de jó. Nem vágom a pályát amúgy egyáltalán, srácok, mert hát a rallycross az, az elég kemény cucc amúgy. Nyugodtan rakja, hogy tesztelés alatt van a speedzone-os autó, hát én meg a tesztelés, autotesztelés az, az két különböző dolog. Baktaló István, tekerd azt a kormánytaló. Azaz. Na jó. Hát ez nagyon kemény! Jó, az a kormány is. Jó, persze. Szerintem nagyon jó. Hát, előrébb már ez így. Úristen, de jól néz ki ez a motortér. Ez beteg ez a kocsi amúgy. Egy practice-t azért csak nyomok már. Use the Joker lap to your advantage. You only need to take it once. If you miss it, you'll get a time penalty. Úristen, igen, itt van az a híres neves izé. Okay, let's nagyon see magas. How the setup is. Joker and non-Joker laps will be useful to help us calculate the difference. Szerintem ezt így innen fogjuk nézni, mert ez innen túl is. Go! Yeah.
hogy ennyi volt az idő, jó. 0-40 valamennyi. Fú, hát... Érdekes. A pálya nincs meg egyáltalán még. Igen, tudom, hogy halk vagyok. Ja, most igen, mert meg fennmaradt a hangosság a játéknak, igen. Fennhagytam, bocsi, mert hallgattuk a kocsi hangját. Ami egy gyönyör. A Ripper azért meg kell javítani ezt a kocsit. A hűtő. Meg az. Aha. Na jó, hát akkor szerintem, hát mondjuk az túlzás azt mondani, hogy... tudom már a pályát, mert nem. Elképesztő jól nyomod. Ó, bőven nem. Nagyon béna vagyok, nagyon lassú vagyok, meg... Ó, de hogy nyomom jól. Ez a kocsi, ez nagyon kezes. Ez iszonyatosan kezes. Középről indulunk? Semmi nem lehet hallani abban, hogy gondolsz elnyomja teljesen motorhang. Tudom, most lejjebb vettem. Még lejjebb veszem. Mit szóltok? Azt mondja, meglátjuk. Lehet, hogy megnézzünk egy... Ja, nem is lehet gyakorolni. Jó. Na, azt mondja, hogy... És akkor Szabó vagyok? Nem, is Szalai vagyok, jó. Most Szabó vagyok, vagy Szalai vagyok? Na jó. Tűha. Ez Zoran lesz. Anya a fehér néz ki legjobban. Meg a Dorani is jól néz ki még, na. Könnyebben vannak a botok, nem tudom pontosan hanyasan, de azt érdemes tudni. Bassza meg! Ugye az idő számít. Hát ennyi volt a jó menés. Kimegyünk már most. Kívül a Jokeres kör az gyorsabbnak tűnik. Nyilván nem az. És kimentem még egyszer egy Jokerre, baszki. Elcsesztem. Jaj, de rossz! Aj, ez a szarít, annyira idegesítő az a narancsek, a fos. Ja, mert ez a Joker! Azért! Jó van! Jó, de hülye vagyok! Jaj, baszki! Azt hittem eddig az a baloldali, az ugratós a Joker. De hülye vagyok. Mindig elnézem még. Itt ez kb. Rukható lenne teligázzal amúgy. Jaj, de rossz. Fú, de rosszul megyek, srácok.
320, fú, nagyon rossz, ez most nagyon rossz volt. Ez nagyon rossz volt. Az nem is a Krisz! Miért lenne egy Krisz? Jó, igen, hülyeséget mondtam. Hát teljesen utolsók vagyunk, de nagyon rosszul mentünk. Most már még nem estünk ki egyébként. Még megyünk. Jó lesz ez, jó lesz ez. Oda kell figyelni, de jó lesz ez. Anya, ez a kocsi amúgy nagyon jó. Ez ilyen ez a kocsi. Egyébként nem látszik most a vezetésem, de olyan. Most a hangerő jó? Alright. Na mi a pálya? Na. Ez mi? Ez a Dirt 2.0. Jobb szélről indulunk. Most nagyon halk volt a játék. Rakjuk mondjuk ilyenre, azt majd látjátok, hogy milyen. Na most megyünk egy jobbat. Kéne menni jó köröket. Bazd meg. Ez itt, Tudom, hogy majd még kell Jokert menni. Ah, ez sok! Ez nem az utcsó kör. Hú, ezt a kurva eget. Na ez valami harmadik helyre elég, ez is csak baszki.
3 perc 5. Úristen. Hát megyünk tovább, próbálok fejlődni, de nem könnyű ez a pálya. Megint legyen még több hangerő? Szerintem most már van hangereje. Pont jó a hang, nagyon jó. Nagyon jó. Hogy áll az a kerék? Srácok, az kicsit úgy... Aha, wheel geometry. Azért mondom, nem áll az szerintem egészségesen. Egyéb faszán driftelsz. Hát ez túlzás. Baromira túlzás. Na. De ez az autó, ez nagyon jó. Ez hibátlan. Ez pont az a kocsi, amit nagyon jó vezetni is. Mert berántod a kézit, és az összkerék egyszerűen... A hátsó keréke nekem nagyon nehéz. Ahhoz nagyon hülye vagyok. Na. Alright, boy. Úgy a szar volt a rajt. Egyszerűen kimegyünk a Joker, akármi van. És ha hol fékeztek már? Az a szar. Pedig jó volt! Most van egy izénk, van egy defekt. Bal elől. Felné megyünk. Hú, de jó, hogy vége. Hű. Ez most kicsit megbaszott minket. Ja, ez szar volt. Basszus, pedig nem mentünk rosszul. Egyáltalán nem mentünk az elején rosszul. Még benne vagyunk vajon? Ott repült a kúp. Ja. Kár érte, pedig tényleg jól kezdtünk, baszki.
De jól kezdtünk. Az erős volt az. Jaj. Vannak... szerencsétlen. Azért nem kell fizetni semmiért. Itt pont belefértünk az időbe. Halleluja. Start. Jó mész Pisti, remélem nem haragszol, ha adok egy apró kis tanácsod nekem, egy picit sokat mész keresztbe, ezért maradsz le. Igen. De basszus, az egész rallycross az erről szól, hogy keresztbe mennek. Jaj. De igen, tényleg sokat mér keresztbe. Az a reakció idő, te! Meg ezt nem akarom másikbe venni, ezt a kanyart. Szar. A rég elkezdtem váltani. Itt megy el nagyon sok időm. Meg itt. Jaj, nem volt túl szabályos. Meg itt ez a szar. Azt meg ez... Az nagyon rossz helyen van az a szar. Na nem tudom, van ott, tudom, de... És csak beér elém, baszki. Na, második hely, az már nagyon nem rossz. Az már nagyon nem rossz, már csak egy másodperc vagyunk az elsőtől. Az már nagyon nem rossz. Mik ezek a nevek amúgy? Na, qualifier results. Csak orrítottunk mindent, mi a vezetéstől tudtunk. A GT Sporttal mostában már keveset játszok, megmondom őszintén. Mindig vannak ilyen fellángolásaim. Consolation Semifinal. Semmi baj a kocsinak.
egyszer eljöhetitek hozzánk egy real life motorozásra, gyorsági motorozás. A motorsrácok az nekem annyira valahogy nem pálya. Én attól rettegek, hogy elesek is. Gerincem bánja. Tudom, hogy vannak ilyen védő felszerelések, de én attól rettegek. Meddig tart live? Nem tudom, ameddig úgy igazából kedvem van. De ez a kocsi, ez nagyon jó. Ez ilyen jó. Milyen lehet azt vezetni élőbe, te szent szar? Na. Jaj, ma megy! Ja? Berajtolt valaki. Nem én rajtoltam be, ugye? Nem. Azért mondom, nem láttam én még lámpát. Kettő darab Jokert kell menni a Reednek, nagyon jó. Az észre, hogy miért indulunk el. De korán vettem el. Ez jó. Köszön ez a kör. Utól is értek. Az sok.
Na. Hát ez szarul sikerült sajnos. Sokat tiltatom, tudom, hát meg még újra teljesen, nagyon, nagyon fura, hogy nagyon rövidek a fokozatok, tehát egyből drrr, már, tehát így kéne váltani, tehát végig, mint a formális autóval kb. Nagyon durva. Nagyon durva ez az autó, srácok. Nagyon durva ez az autó. Na. Consolation Finals, még mindig. A rázókövek csúnyán lebűnt, az nagyon, azok nagyon durák ezen a pályán. Úristen, azok a narancsák, a szarok, azok a kövek, fú, az... Az kicsinál. Az itt kicsinál, srácok. Akkor egy dolg, hogy nem igaz, arra nagyon kéne figyelni. Na jó. Na nem, menjünk már egy nagyon fasza időt. Jó hét, Geri. Dagi Duma, persze, hogy várható, csak meglátjuk, hogy mikor. Most azon gondolkoztam, vagy az olyan, hogy hetente, vagy két havonta, vagy havonta kétszer legyen, vagy csak akkor, amikor éppen van valami, amiről van is dumálni, ugye? Meglátjuk. Még egyre nem tudom. Jaj. Kell nagyon vigyázni itt. Kijöjjünk egyből. Gyorsan tudjuk le. Baszki. Szerintem így nem gyorsabb. Farok! Ez meg lenni, hogy kéne ezt bevenni ezeket a kanyarokat.
olyan sok. Nem tudom, melyik az utolsó kör, az a baj, és a végén itt lemegyek. Azt tudod, hogy az a 3360-a jelsz a dominanciáját. Na, 6 másodperc. Tudom, hogy a csúszásokkal sok idő megy el, de srácok, igazából even kell menni ezzel az autóval, even kell menni. Ja. Ú, de jól néz ki, figyelj. Pont nem látok, most a kettőn nézni, kurva jól nézett ki. Ja, jó az a kocsi nagyon. Jaj. Most már nem. Most már tizet nem fogok nyomni. Na jó, most srácok. Azt megmondom egyébként nektek így telibe. Ó, ezt levesszük, jaj, de jó. Azt megmondom azért nektek telibe, srácok, hogy... holnapnap folyamán is megy ki egy RP videó egyébként. Nem mondom még meg, hogy milyen, nem csontosék epizód, ugye csontosék a szerda szombat, ahogy eddig is volt. De megy ki egy RP epizód, ami különálló az egésztől, úgyhogy nem maradtok RP nélkül holnap sem. És akkor szombaton pedig megy ki a következő rész, szóval hogy szépen haladunk, leizzadtam egy kicsit, jaj. Az itt el lehetett ezzel szórakozni. Basszus, az autó, ez nagyon kemény. Köszönöm, hogy mondtátok. Nem is tudtam, hogy belerakták, basszus. Nagyon kemény. Úgyhogy, ja. Nem kell így csúszni, de basszus, ők csúsznak a való életben is amúgy. Ők nagyon sokat csúsztatnak a való életben egyébként. Polgár felé ugorj be Nike-ba. Hát nem járok a polgár felé, sajnos. Úgyhogy ennyi. Ennyi, srácok. Mondom, most egy random stream volt, ezeket én nem tervezem előre, tényleg csak úgy kedvem volt alapból elővenni a kormányt, aztán rallizgatni. Szóval legyomtam egy rallit, és mondom, hogy igazából mi a szarnak, ne lőjek fel egy streamet már, hogyha már nyomogatom, aztán ennyi. Úgyhogy csak remélem, hogy élveztétek, szerintem jó pofa volt végül, legalább lett egy ilyen kis témája is egésznek, ugye a Szabó Krisznek a Quattro, és a Audia. Nagyon király. Srácok, GTA RP Live nem lesz. Nem lesz, mert nem látom, hogy mondjam, értelmét így igazából. Mert de már egyik leírtam már, de felolvasom nektek az érveimet, csak azért olvasom fel. Mert olyan jó, leírtam valakinek ezeket az érveket, és szeretném, hogy érthető legyen, és szerintem teljesen megérthetőek az álláspontjai, mondom is őket. Pillanat, és mondom... Elfáradtam, basszus. Na szóval, hogyha live-olnánk a GTA roleplay részeket, akkor egy rommá metáznák az egészet, ami azt jelenti, hogy metagame, tehát hogy jönnének, és vagy rommá OC-znék az egészet, az az egyik. Így is egyébként nagyon sokszor már belefutunk, hogy OC is 10, OC Anfield. Úgyhogy így meg aztán pláne OC lenne folyton, meg meta, tehát tényleg tehát látják a streamben, hogy hol vagyunk, és akkor oda jönnek, vagy valami, tehát keresztbe csapnak nekünk minden, vagy akár el is rabolnak minket bármi. Ez jó az, hogy nagyon le vagyunk maradva. Tehát úgy képzeljétek el, hogy most jelenleg előre fel van véve január közepéig részek, ma is vettünk fel egy részt. És így mire ti látjátok azt, hogy mi történik, addigra már régen túl vagyunk rajta, és ez így azért jó. Hogyha pedig, hogyha streameljük, 3 órán keresztül nem történik semmi különös, akkor az maradjon benne? Tehát elmegyünk mondjuk fát vágni, vagy elmegyünk, ez halálunalmas, srácok. 3 pedig végül, nem vagyunk egyébként streamerek, hanem videókat csinálunk, és nem is donétekből akarjuk fenntartani magunkat. Alapból YouTube-on streamet csinálni nem éri meg anyagilag sem, hogyha még ezt is vesszük bele. Úgyhogy ennyi. És 4 pedig ugye így tud hosszan menni a sorozat. Ez azt jelenti, hogy mondjuk mit tudom én, volt például 2-3 olyan forgatási nap, amikor akartunk volna felvenni részeket, de nem tudtunk, mert egyszer a szerver tartották karban, másszor nem volt jó mondjuk a 5M, aztán nem volt jó a Discord, aztán volt olyan is, hogy nem is tudom, mi volt még.
van olyan, hogy már éppen nincs fönt az, aki ugye nyomjuk, mert most már azért benne vagyunk dolgokban, tehát most már nem csak tőlünk függ a roleplay, tehát nem csak az, hogy felmegyünk, és akkor na, akkor elmegyünk csirkét vágni, vagy elmegyünk, mit tudom én, fát vágni, amit ugye bármikor lehet csinálni, hanem most olyan dolgokról van szó, amihez fönt kell legyenek azok az emberek, akik elkezdtük az adott RP story vonalat. Úgyhogy ez is belejátszik. Tehát, hogy most elkezdenék streamelni, alapból most például, most elkezdenek nektek streamelni roleplayt, teljesen, tehát hogy mit? Tehát maximum taxizni tudnánk, de holnap úgyis egy epizód, az a lényeg. Nos, azokat köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen a donatereknek egyébként, 3300 forint gyűlt össze a streamben, ebből kapásban 2000-et el is lőttünk ugye itt a Yas Marina pályára, meg ugye Szabó Krisznek a kocsijára, de minden forintot megért, én azt gondolom. Marha jó volt, én azt kell, hogy mondjam. Nem tudom, hogy mikor az a következő stream, mert annyira inkonzisztens vagyok, hogy az ami elképesztő. Remélem, hogy élveztétek egyébként, én mindenképpen. És hát ugye nem maradt más hátra, mint a szokási dolog, azt mondjam, hogy jöhet az out. Ró! Remélem, srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.